Persze a gyanú egyre inkább az adrenokromos szektára terelődik, Bidenre és társaira, illetve a mögött állókra, hiszen a demokraták azok egy nagyon érdekes társaság. Demokrácia sosem volt, már az ókorban sem volt. De a demokrácia szavával mindig el tudták altatni a tömegeket, még az ókorban is. Valami érez egy ilyen mágneses szó, amit az ember szívesen elhisz. De a demokrácia nem volt soha, nem is lehetett. A filozófusok ezt jól tudják. De a demokrácia ma annyit jelent, hogy bizonyos emberek, az adrenokrómosok, a gyerekmegrontók, stb. Szabadon azt tették, amit akarnak. A demokrácia a szabadság. Meg azt is jelenti, hogy bizonyos emberek ott Amerikában, akiknek ezeket el kellene kapkodniuk, szabadon ülhetnek, és nem muszáj elkapkodniuk, hiszen demokrácia van. Ugye miért érdekes ez a demokrácia? Tehát látjuk, ha egy államban demokrata folyamat kezdődik el, akkor azt a névet megsemmisítik. Erre több történelmi példa is van. Én nem a demokrácia ellen beszélek, Isten ments, én imádom a demokráciát, én csak sorolom a történelmi tényeket. Jó, tehát nehogy valaki úgy értse. Nem, én nagyon szeretnék demokráciát, annyira szeretném, mindenki szabad legyen, mindenkinek legyen havi 1 millió forint fizetése, szabadon vehessen ez, az, bármit, szabadon közlekedhessen, ez az igazi demokrácia, én nagyon szeretném. De én a jelenlegi tényről beszélek, a tényekről csak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, kérem lájkoljanak és iratkozzanak fel a csatornámra.